Rengeteg munkát adott az ősz a Városgondnokság szakembereinek. Mint azt bárki láthatja, hogy folyamatos a város közterületein a fák átvizsgálása, ahol szükséges, ott megmetszik, vagy ha kell, kivágják a veszélyeseket, betegeket. A lehullott falevelek összetakarítása folyamatos munkát ad a főtéren és a környékén. Az őszi munkákat sikerült elvégezni, az időjárás miatt elmaradt korábbiakat is befejezték, elültették a főtérre a több ezer virágpalántát is. Természetesen a szokások szerint végezzük az őszi munkákat, ezt általában az időjárás szokta befolyásolni, ebben az évben is természetesen nagy mértékben befolyásolja, azért nagyon jól tudjuk, hogy az ősznek a második fel elég csapadékos volt, ami nagyban nehezítette a munkákat, akár a falevél eltakarításra gondolva, akár a tavaszi talajelőkészítési vagy az őszi előkészítési munkákat, a tavaszi növénytelepítésekre. De örömmel jelenthetem be, hogy a munkákat sikerült elvégezni. Hála Istennek a hétre nem mond különösebben, sőt mondjuk pénteken már mond egy kis csapadékot, de ebben az időszakban az elmaradt munkákat, amit az időjárás miatt nem tudtunk befejezni, el tudjuk végezni. Az önkormányzat mezőgazdasági munkaprogramja is a végéhez közeledik. Sikerült betakarítani a zöldségeket, megkezdődtek az őszi szántási talajelőkészítési munkák is. Tudva levő, hogy van a önkormányzatnak egy mezőgazdasági munkaprogramja is, itt a betakarítási munkák a végéhez közelednek, már értem itt a zöldségféléket is sikerült betakarítani, valamint a héten megkezdődtek a talajelőkészítési munkák is, és az időjárás egyelőre lehetővé teszi, hogy a őszi mélyszántásokat, egyéb talajelőkészítési munkákat jó időben és egy jó minőségben el tudjuk végezni. Emellett folyamatos a város közterein a fák átvizsgálása, ahol szükséges, ott megmetszik, vagy ha kell, kivágják a veszélyeseket, betegeket. A munka folyamatos, évekig tart, hiszen több száz ilyen fa található a városban. Helyettük sokkal több új fát telepítenek folyamatosan a közterületekre. Természetesen ezekkel a munkákkal is tudtunk haladni. Sajnos a városban egy olyan nagy mennyiségű előregedett, kiszáradt, félig kiszáradt betegfa található, amelynek kivétele, pótlása már az elmúlt években megkezdődött, de sajnos a következő években is folytatni kell ezt a munkát. Több száz ilyen fa találhat egyébként bent a városban, olyan nagyon-nagyon nagy számnak tűnhet, és talán ilyen borzasztónak is, hogy több száz fát ki kell venni a főtéren. Ezeket természetesen nem egyszerre fogjuk megtenni, hanem folyamatosan időzítve, és természetesen sokkal, de sokkal többet pótolva, mint amennyi fát kiveszünk. Vannak olyan betegségek, amelyek csak ultrahangos átvilágítással vizsgálhatók be. Természetesen ezzel az eszközzel is értünk, nem minden fát tudtunk így átvizsgálni, de azok a fákat, amelyeknél problémát találtunk, azoknak a kivétele, visszavágása, visszametszése természetesen megtörtént. Ez nem azt jelenti, hogy 100%-ban megbízhatók most már a fák, mert olyan szélsőséges időjárás esetén még akár az egészséges fát is képes egy-egy széllökés vihar kicsavarni, de csökkenteni kell ennek a kockázatát olyannyira, hogy sokszor a közterületeken olyan fákat is, amelyet a lakosság azt gondol, hogy egészséges, ki kell vennünk, annak ellenére, hogy külsőre az egészségesnek nődik, de sajnos a kockázati tényező miatt esedékessé válik a kivétele. A csemetekerben még lehet a lakosság számára ingyenes facsemetéket igényelni a közterekre. Tudtuk meg Molnár Páltól. Természetesen igazából most jött el az idő, mert a lombvesztés után érdemes fát ültetni ősszel. Folyamatosan történik a fák kiadása, akinek még van fa ültetési szándéka vagy kedve, biztatnánk, jöjjön ki nyugodtan, válassza ki azokat a fákat, amelyeket el szeretne ültetni, akár közterületre, térítés ellenében, akár saját területre is, és bízunk benne, hogy a lakosság az előzőekhez hasonlóan tudja folytatni ezt a fásítási programot.